any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no capping, I'll be freaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Na szép jó napot kívánok minden kedves nézőnek, ez a HML ligának a HML D-ligája lesz innen Bahreinből, amit most közvetíteni fogunk. Én Iceberg vagyok, és itt van velem a mai kommentátor társam, Zoren. Szerbusz, Zoren. Csókolom. Na, izgalmas futamoknak fogunk elébe nézni, az biztos, hogy itt a hétvége folyamán. Ugyanis ha most egyszerre D és a C-liga közvetítése megy, a másik ligát, C-ligát Jani és SMD János és Timbo fogja közvetíteni. Ott is érdekes futam lesz, és remélhetőleg minél izgalmasabb. Itt is reméljük, hogy minél izgalmasabb futamot fogunk tudni adni a kedves nézőknek. És szép lassan talán összegyűlik itt a mezőny, és akkor lassan Forma 1-et is nézhetünk. De még előtte nézzünk rá a jelenlegi pilótákra, akik most állandóan itt lesznek a D-liga legjobb 20-ában. Természetesen, hogyha nem lesz más dolguk, és itt fognak tudni versenyezni, és nem tartalékok jönnek helyettük, akkor Tomi, Zase, Richie Gaming, Iceman, Chris Bubu, Abexhun, Forget, Dávid, Lemezlovác, Exo, RP, B-Botont, Áron Félszegi, Áron Hun, Echo Warrior, Tito, Dénes, Buddogisti, Blyan és Anyodin lesznek itt jelen pillanatban. Aztán még innen valószínűleg hiányozni fognak néhányan, így az első futamon egyelőre úgy fest nagyon. Nem tudom, Zoren,
Várunk esetleg még valakire. Nem tudom. Én magamra várnék egy pillanatot, mert egy gyors változtatás kell nekem. Akkor, ha minden igaz, 16-an, egy 16 ember lesz jelen pillanatban a délig a mezőnyében. Nos, felülem mehetünk. Részt, egy pillanat türelmet kérek, mert gyorsan ránézek, hogy ki az, akire esetleg várunk. Mert nehogy az legyen, hogy itt elindulunk, aztán kiderül a végén, hogy itt volt, csak nem lett meginvelve az úri ember, aki jelen pillanatban nincs itt. Aztán lehet, hogy áment adtak a vezetők arra, hogy induljunk. Igen, úgy fest. Gyereki spektátorba, Zoren. Jó. Na, és akkor lassacskán már csak másodpercek választanak el attól, hogy megkezdjük itt a HML 5. szezonját D-ligával Bahreinben. Nem tudom, hogy az itt felsorolt pilóták közül neked valaki esetleg ismerőse tempó tekintetében. Hát, Woodogist ismerem talán, Forgetet, Anyodint és nagyjából ennyi. Támogatott versenyzőtársad nincs itt? Támogatott versenyzőtársam, kicsoda. Hát, mint ahogy másik ligában volt, ugye, srácok, akikkel együtt beszélgettél aztán. Nem tudom, hogy Zorent mennyire halljátok a live-ba, azt légy szíves, azt írjátok meg, mert akadtak néha mostanában problémák így hang téren, akikkel én beszéltem. Ja, azt is megköszönöm, hogyha igazából a te hangod érdekel, az enyémet biztos, hogy hallják. A tiéd érdekel, hogy lehet hallani, nem-e víz hangzik. Néha-néha valamiért szeret ilyet csinálni itt a hangtechnika, egy kicsit, mintha víz alól beszélne az ember. Egyelőre nem jön ki senki se a boxból. Húzzák itt a pilóták minél tovább, nem akarja senki sem megkezdeni elsőként itt a gyors köröket. Visszhangzok. Live-ba. Visszhangzol. Már ezt mindjárt meghallgatom. Aha, jó, akkor egy picit alakítunk itt a hangokon. Közben itt elkezdték a gyorsköröket itt a pilóták. Egy pillanat türelem, és csak megpróbálok alakítani egy picit itt a hangzásokon. Addig mondom a történéseket, Ricsi Gaming hajtott ki először a boxból. És én nekem a térkép még nincs bekapcsolva. Ja, hát most sajnos sok mindent nem tudok ezen alkotni, szóval ez most lehet, hogy így fog maradni, hogy egy pici vízhangzás még fog, de majd időközben próbálok alkotni. Ricsi Gaminget mondtad, ugye? Aha. Hogy ő lesz az első, ki kihajtott a boxból, és a csapattársa Iceman az, aki őt fogja majd követni itt a gyors körökön. Viszont majd egy új változtatás, nem tudom, hogy mennyien találkoztak már vele. Itt Liga futamon ez lesz az első alkalom, hogy meg fogjuk tudni mutatni HML történetében is. Ugye egy új update jött a Forma 1-jel, amiben, ha minden igaz, egyrészt javították a safety car bugot, tehát valószínűleg nem fogunk olyannal találkozni, hogy 5 másodperces büntetést kap egy-egy pilóta, téves... Hoppá, közben elfelejtettem egy dolgot változtatni, elnézést kérek ezért.
Már módosítom is. És akkor, ha minden igaz, vissza is tértünk. Hogy egyrészt nem lesz safety car bug, nem lesznek ilyen problémák, hogy ilyen lassúzó pilótákat fogunk látni. És a büntetések a másik, amit majd oldalt ki fog jelezni a versenyzők neve mellett, és azt folyamatosan látni fogjuk. Kicsit közben nem volt meg nem a lehet, csúcspont. Igen? Nem lehet az a visszhangom oka, mert nem mutolt el a játékban? Nem. Mindenki mutolva van nálam a játékban. Nem, valószínűleg elég hangosra van húzva nálam a hangerőd, és ez lehet a probléma, ezen próbálok egy kicsit javítani, csak szeretném, hogy halljanak is téged. Elég hangos voltam, szóval... Igen, most egy picit húztam rajtad lejjebb. Na, Ricsi Gaming közben itt a második szektor végére ér. És elég közel követi a csapattársa. Itt már azért lehet zavaró itt a szélárnyék hatás ilyen közelségben. És az első mért kör, amit látni fogunk. 27-9, aztán jött 26-7-tel Iceman. Exo a következő, 26-7-tel szintén. Tito is bejött a harmadik helyre. Majd Borget 27-2, Tommy Boy jött be a harmadik helyre, és RP 6. 27-8-al, majd jön a csapattársa B-Botond. 8. hely, mögötted azt hiszem Dávid, és Ferrari, de ő úgy néz ki most fogja meg, igen, most kezdte meg a mért körét. Talán, nem, Abexhu, nem, ő az első, erre jött be. Igen, elnézést, még vissza kell szokni itt a közvetítéshez, vagy a kommentátorkodáshoz. B-Boton vagy belehibázott a körébe, vagy el is engedte, mert az a 31-1-es idő nem hiszem, hogy túl reális. Igen, az Zase közben 28-2-vel. És Anyodin és Woodog is tőzök, akik jelen pillanatban kivezető körön vannak, és Anyodin fogja először megkezdeni a mérkőrét. Mondjuk én úgy vélem, hogy ezek a körök ezek még változni fognak, hogy gyorsulni fognak, mert ez a 26-6 ez még szerintem még pont az, amin bőven lehet javítani. Mit mondasz, szerinted benézünk 25-be a D-ligába? Hát nem tudom. Azért innen... Lájkóval lettek futva. Meg lehet, 25 végét megcsípjük. Nem mindenki lágygumival futott. Dávid, RP, Blyan, Zase, B-Botond, ők médium keveréken futották. B-Botondnak valószínűleg még csak melegítő kör volt az a 31-es kör egyébként, hogy médiummal jött ki. Lehet, hogy ő még egy kört fog belerakni. És akkor az lesz az ideális. Ugye rá is nézünk gyorsan, nem ki is jött a boxba. Woodog is tiközben most fogja majd megkezdeni a mértkörét, Anyodin meg már nagyon érkezik ezeken a médium keverékeken az utolsó kanyarra. Nézzük ezeken a médium keverékeken mit fog teljesíteni, 27-7-nél kellene jobbat jönni ahhoz, hogy ő legyen az első medes a pályán, illetve az időmérőn, de 28-3-at sikerült csak összerakni a jelen pillanatban. Zase kijött a boxban, szóval Woodog is jelenleg egyetlen pályán közlekedő versenyző, aki tempót is autózik. Ő már viszont lágy keverékeken. Nagyon szépen megvolt a csúcspont is. Túlságosan kiengedte és el is vette a rendszer a körét. Sajnálatos módon. Ezek a gumik, ezek kukák, ugyanis a lágy keverékek nem sok kört bírnak, pláne hogy két gyors kört egymás után be lehet tenni. Ez kész öngyilkosság versenytempó tekintetében, hogyha esetleg nem sikerül jobb kört futnia. És közben... Ha csak nem egy safety car jön az első három kör környékén, hát, akkor igen, de... odáig, viszont arra meg nem érdemes játszani, mert ez nem biztos. Igen.
Csak a halála biztos, szokták mondani. Közben Blyan lesz az első. Nem, nem Blyan lesz, a csapattársa lesz a anyadén. Elment még egy körre. Úgy fest. Mert fel van tekerve, és be is fogja? Nem, nem fejezi be a körét. Csak fel volt tekerve az autója, akkor... Exo elég ellassúzza ezt a gyors körre készülődést, valószínűleg hűti a gumikat. Ahogy látom, Buddog is ismét gyors körön. Tehát... Neki lódott még egynek? Hát csak így, hogyha most elmegy még egy körre, talán nagyon ki fogja centízni az utolsó körét, és akkor mindenféleképpen jobb gomjúval kört kell futnia, tehát ott már nem szabad túl kockáztatni. Hát valószínűleg már csak egy kört szeretne, vagy nem tudom. Hoppá, hopp, eldobta! Ú, de nem tört össze, szerencséje volt. Közben, ahogy látom, Iceman van még gyors körön. Igen, Exo is. Szerintem ő lesz az első talán. Nem. Előtte lévő Tito. És úgy néz ki, Exótól el is vett a nagy valószínűséggel. És nem. Na, Tito. Sok volt benne a hiba, nem javít Tito. 27-1 maradt. Richie Gaming az, aki jön még. De ő is még felvezető körön van. Blyan 1,3 másodperces javításba szoftokon. Mediumhoz képest. És javít is, első hely. És mögötte Mercedes-szel Arpi. 26-5-re behozta a második helyre. És Iceman. És nem, Blyan ugrott be, bocsánat. Vagy Iceman? Nem, Iceman, igen. Záporoznak itt folyamatosan az idők. Egyelőre Iceman az első. Blyan a második közöttük. 500 a különbség. Kicsit egy ezreddel több, 51 ezred a különbség kettőjük között. Az még bőven lőtámol. Igen? Igen. Annál még 51 ezredet. Ki, melyiknek lehet hinni? B botond 28-9, nem javít. Lehet, hogy én vagyok a hülye. Biztos, Jami, igen. Jó, nem, csak érdekes mód Pitet írt egy pillanatra mind a két alfánál, és néztem, de mondom, ott van mögötte. Azért hát ez néztem, ez hogy... Ez a csodálatos játék. Igen, Codemaster szegény alkot. Közben Richie Gaming fejezte be a körét, javított is 1/10. És... Hát most melyik ház érkezik? Szerintem igen, Forget érkezik. És javít 26-8, 4/10. Mert Buddog Isti most fogja megkezdeni a körét. Dávid. Ez nem gyors kör. Ez boxba jövős kör. Botond, talán, nem, ő is boxba jön. Anyadén, javít, feljön az ötödik helyre.
Hát nem úgy néz ki, hogy bárki itt meddel fog próbálkozni. Valószínűleg ők is tudják, hogy a meddel nem lehet olyan gyors versenytempót elérni, mint a soft-hard kombinációjával. Hát de a medből tovább tudod ugyanezt a tempót kihozni, mint a softból. Azért azt be kell látni. De akkor nagyon úgy fest, hogy Bulldog Isti lesz az első versenyzőnk most megint itt, akik jelenleg pályán vannak, aki be fogja fejezni itt a mért körét. És hova lesz elég Bulldog Isti? 8. helyre, 26-877-tel. Viszont nem vagyok abban biztos, hogy vissza fog érni még egy körre. Hát innen már neccesen. Nem fog visszaérni, ezt már kijelenthetem. Exo 2/10 javításban. Na, az még egy jó kör lehet. Már csak egy kanyar kicsit blokkolja az ív belsőt, de szépen megvan a kigyorsítás. Ez szerintem első helyre be fogja tudni hozni. Nem! Harmadik! Nem sokkal maradt el. A Bexfun 18.000-es javításban. Éppen megvan a csúcspont, a kigyorsítás is. Nem csúszik meg. 4,5-es javítás. Na, ha ezt sikerül megtartani az utolsó szektorban, akkor ez pol lehet jelen pillanatban. És Abexun jön a célegyenesre, DRS nyitva. És átveszi az első helyet 26-2-vel. Közelítünk a 25-es időhöz. Igen. Az Asé is 8/10-es javításban. De az még egyelőre nem lesz elég. 11. helyre csak. Lion. Nem javít. És nem már nem is lesz ideje. Innen már nem is lesz nagyon ideje. Viszont... Dávid az, aki gyors körön van. Igen, Dávid, Tommy Boy, Chris Bubu, Richie Gaming és B-Botond. De talán B-Botond van legelőrébb, de neki el is vette. És Dávid az első hely. Majdnem megvolt a 25-26. 0,77. Tomiba is éppen gyors körön. Mindjárt befejezi a körét. Nyolcadik hely, 26-7-61, és jön a Gricsi Gaming. Igen. Nem, ő most ment egy gyors körre. Iceman is most kezdi meg a gyors körét. Chris Bubu. Chris Bubu javít 8. helyre.
Forget már nem fog tudni elmenni újabb körre. Woodog is ti. Vagy... Nád mit ír az óra fönt? Már lejárt az idő? Már lejárt, igen. Jó, akkor náluk még nem járt le. Még 12 másodperc. Megint megvan az az 1 perces csúszás. Akkor, ha minden igaz, Anyodin. Majd mögötte talán Árpi az, aki be fogja fejezni a körét, és Anyodin a negyedik. Nem Árpi. B-botond. Nem ő a boxba jött, Exo kezdi meg a gyors körét. Inkább fejezi be. Nem, most kezdte meg. Akkor kicsit nagyobb csúszás van nálunk. Árpi 35-es javításban volt a második szektorban. És nem javít, 54 000-re lemaradt. Iceman érkezik az utolsó kanyarba. Harmadik helyről sikerül eljavítania. És nem, ő sem javít, 57 000-re. Tito a 11. helyre jön be. És Richie Gaming se tud javítani. Budog Isti még jön az utolsó szektorban. És ha minden igaz, ő lesz az utolsó. Mert Anyodin sem fog, vagy megy már szerintem gyorskört. Kicsit blokkolja is a féket Buddog Isti. Az első kereket. És javít a harmadik helyre. Na. És igen, Anyodin már nincs gyorskörön. Akkor ízlegessük ezt a első 15 pilótát. Dávid, Abexhun, Woodog Isti, Iceman, Anyodin, Blyan, Exo, Arpi, Chris Bubu és Tommy Boy az első 10-es. Ők mindannyian lágy keverékről fognak rajtolni, ha minden igaz, de erre még egyszer gyorsan ránézek. Igen, Forget, Tito Elftárs, Zase, Richie Gaming, B-Boton, ők meg választhatnak gumistratégiát, hogy milyen gumin szeretnének elrajtolni. Szerinted lesz, aki bepróbál esetleg egy fordított stratégiát, vagy tartalékot inkább egy friss softot, és megpróbálja két friss gumival med softtal megcsinálni? Szerintem biztos lesz, aki fordított stratégiát próbál. Mert ez nem egy hülyeség, meg lehet próbálni. Akkor úgy mondom, hogy szerinted lesz olyan, aki a med softtal bemer vállalkozni? Med soft? Szerintem az esélytelen. Meg lehet csinálni, csak mind a kettő zsírúj friss guminek kell lennie. De kérdés itt az, hogy kinek milyen a gumi kezelése. És akkor itt a pilóta sorrendet láthatják. Azért az első 13 egy másodpercen belül. Én azt mondom, hogy ez egy jó szor. Jó idő, hogy ennyien sikerültek egy másodpercen belül maradni. Richie Gaming és B-Botond az, akinek nem sikerült valószínűleg a köre. Semmiatt kiszorultak, de szerintem ők is ott lettek volna nagy valószínűséggel. Na és mi meglepés, mondanám, hogy verőfényes napsütés, de nem, verőfényes lámpasütés. Esőre valószínűleg nem számíthatunk itt a sivatag kellős közepén, de mindig lehet meglepetés. Szerinted megmarad az első három sorrendje a verseny végéig, vagy lesz változás? Nagyon kevés esélyt látok rá, hogy ugyanez legyen a sorrend. Igen, és közben megkaptuk az információt, hogy Aaron Hun az, aki nem tudott részt venni a versenyen technikai okok miatt, ezért lettünk csak 15-en a versenyzők. De úgy néz ki, Blyan rá is nyomott. Szerintem kicsit hamar volt ez a ready. De hát ezt majd a versenybírek el fogják dönteni, hogyha hamar volt.
És akkor lassan láthatunk egy kis versenyzést is, de még előtte a felvezető kör fogja megkezdődni. És akkor Zoren, át is adom a lehetőséget, hogy sorolt fel itt nekünk a pilóták sorrendjét. Hát első helyről Dávid indul, de én először beszeretném állítani, hogy lássam, ki milyen keverékeket rakott föl. Tehát Dávid az első, és őt követi Abex, majd utána jön Vuddagisti, Iceman, Anyadin, Lion, Exo, RP, Chris Bubu, hát ugye az első tízes, és ők végig softon fognak rajtolni, viszont a tíztől lefele, tehát Forget, Tito, Zase, Richie Gaming és B-botont is médiumokat tett fel. Szóval van esély arra, hogy egy változatos versenyt láthatunk. Versenystratégiában nem lesz hiány, az biztos. Hát igen. Szerinted abból az öt pilótából hányan fogják megpróbálni esetleg a medium soft keveréket életre kelteni itt a verseny folyamán? Látsz reális esélyedre? Nem tudom. Én azt mondom egyébként, hogy Forget, Tito elvtárs és Zase személyében, bár leginkább Tito elvtárst ismerem, szerintem lehet, hogy ő közülül, hármójuk közül valamikorjuk biztos be fogja vállalni az, hogy megpróbálja a médium keveréket minél tovább életbe tartani, és a végére kijönni egy lágya, és azzal nagyot húzhatnak, és Tito elvtárs és Zase itt a végén összeértek. Ezért visszakerültek a rajtrásra, hideg gumikkal. Nem a legjobb a médium és hideg gumi kombináció. Igen. És másodperceken belül elindul. Itt a délig a mezőnye, kialszanak a lámpák. Szokásos kis csúszás, elindul a mezőny, Dávid nagyon jól kapja el, és mögötte Vuddagisti is a rajtot, de besorolt mögé a Bexhum Wood, Dávid mögé, egyelőre megvan az első hármas sorrendje. Előzés, úristen szárnytörés, kicsit mélyen próbált bemenni. Szép, gyönyörű tömegbaleset lett, virtuális safety car, Blyan kapott is büntetést, és Zase is 5 másodperces büntetéssel lett gazdagabb. Hát páran próbáltak elég mély féktávot venni itt az elején, ezzel Vuddagistit és Blyant elég rendesen el is intézték. Mondhatnám úgyis, hogy egy páran optimisták voltak. Túl optimisták voltak, igen. Igen. És drive-thru, drive-thru. Nem figyelnek a pilóták. Közben Richie Gaming és Blyan pozíció cseréről maradtunk le. 4 medes már 7-8-9-10-ben. Igen, ők ezzel jól jártak. Arpi van nagyon közel Icemanhez. És Arpi lecsúszott Iceman. Arpi vált is veszi a pozíciót, a harmadik helyet összeérnek. És Arpi le is megy a pályáról, Iceman kicsit optimistán jött vissza, törött szárnya. Vuddagisti visszajött a harmadik helyre, neki épnek tűnik a szárnya, viszont Icemannek mögött elég sérült, de még is bepróbálkozik a támadással, és beteszi mellé, elfordulnak, letereli a pályáról Vuddagistit, de még egyelőre megvan a pozíció, és ki is jön a boxban, és RP is kijön a boxba. Viszont Vuddagistit előzik Chris, és meg is előzte. De Vuddagisti visszatámad? De rossz képet kaptunk, igen. Nagyon keményen csatáznak egymással. De most Vuddagisti a belső ív, Chris Bubu kívülről próbálja minél szűkebbre szorítani Vuddagistit, meg is csúszik belül. Ezzel meg is van a pozíciója Chris Bubunak, okosan csinálta, hogy próbálta minél szűkebben tartani Chris Bubut, hogy ne jöjjön ki, vagy Vuddagistit, ne jöjjön neki jó ki a kigyorsítás.
Mivel elég sokan tiszteletüket tették a box utcába, jól látom 6 versenyző. Jött ki egy újabb médium keverékre. De 3-an egyébként is médiumon voltak, szóval érdekes lehet mindenféleképpen itt még a verseny végkimenetele szempontjából. Eléggé szétszakadt a mezőny. Már így a második körbe. Talán itt Chris, Bubu, Buddog, Isti, Porget az, akik itt hárman egymással csatáznak. Buddog, Isti mondjuk leszakadni látszik Chrisről. És közben Dávid a leggyorsabb kör, 39.95-tel. Dávid egy elég tetemes előnyt autózott ki elmúlt három körben. Benexo Richie Gaming kijött a boxba. Úgy döntött, hogy inkább ő is megjárja a box utcát. És Dávid rögtön kap is egy három szekeset. Na. Túl sok kanyar levágásért. Hát ezeket nem kéne halmozni ahhoz, hogy megnyerje a verseny. Mert akkor megmutatjuk itt a... Ó, oh, Richie Gaming a drive-thru penaltiát töltötte le. Exónak... kapott egy 5 másodperceset, azért megy gyorsan menni a boxba. Az, az csodálatos. Közben azért most megint elkezdtek néhányan összerázódni. B-boton támadja a Bex Hunt. Jézusom, micsoda baleset! Úristen, mi történt? Szerintem ez egy erős deszink akar lenni, mert B-botond az állt a pálya közepén konkrétan. Hát nálam meg ment izé felé, és összeértek. Igen? Igen. Az... jó, és safety car van. Így van. Mindenféleképpen nagyon érdekes volt ez, hogy mi történt itt. Valószínűleg egy szerverhibával találkozhattunk. Dávid jön is a boxba. Újabb szoftokért. Na. Soft medium? Hát most már lehetséges. Na így legalább össze lesz rázódva a mezőny ismét. Igen, ismét láthatunk egy kis versenyzést, nem csak egy-két pozícióban. Viszont nem sokan játszották meg ezt a box utcát így az élmezőnyből. Anyodin, Porget, Exo, Iceman, jó igaz, Iceman és Tito az egy körrel ezelőtt voltak kint, de Anyodin és Porget és Exo, ők még nem voltak a box utcában. Közben egy pillanat türelmet kérek. Közben érdeklődöm, hogy lesz-e esetleg restart. Avagy sem. Hát egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy valószínűsíthetőleg nem lesz restart, tehát a jelenlegi állás szerint fogunk tovább menni. Valószínűleg Tommy Boy és B-Boton nem látták egymást. Ők ketten akadtak össze.
Közben a pilóták nem igazán tartják a követési távolságot. Nehogy ebből gond legyen, hogy valaki belerohan a másikba hátulról. Utca szabályok szerint élnek a versenyzők. Nincs követési távolság. B-botonnak kell még utolérni a mezőn, és akkor valószínűség szerint a hetedik, vagy hát a hatodik körben újra is indul a verseny. Igen, most már csak másodpercek kérdése, hogy mikor dönt úgy a bizottság, versenybizottság, vagy elindítja a mezőnyt, mert kellőképpen összerázódtak. De szerintem még itt ebbe az egyenesbe is elengedheti a mezőnyt. Hát én nem hiszem. És neked volt igazad. Ismerem már Codemasters, mint a tenyeremet. Iceman 5 másodperc összeért Titóval. Anyadi most indítja el a mezőnyt. És újraindult. És nagyon jó, hogy Dávid és Exxon maradtunk, mert Exxon már meg is támadja Dávidot. És Exxon belül tartja, viszont Dávid a saját csapattársára támad azért. Ó, Richie Gaming diszkvalifikálva. Nem tudom, mi történt közben a két ház és hátul a Ferrari és a Renault, Chris Bubu és Buddagisti. Chris Bubu belül, Buddagisti kívül a Renault-val. És megcsinálja Buddagisti, kivédekezi Chris Bubut. Ojjaj, Buddagisti egy kicsit megcsúszott a lefele vezető úton. És hátul is mennek a csaták RP és Abexhun közöttük. És RP átrágta magát Abexhunon. Kicsit most sűrű lett itt a párviadal. Dávid viszont vissza fog most támadni, vagy megtámadja a saját csapattársát. És egyelőre nincs meg neki. Most külső ív megpróbál aláfordulni. Nem. Kívül tartja inkább, és most egy jobb kigyorsítása valószínűleg meg is lesz. Nyilván Dávidnak egyszerűbb dolga van, mivel friss szoftokkal rendelkezik, nem úgy, mint Forget. Mindenki, ő már ötkörös médiumokkal nyúzza, és most ez kigyorsításban meg is van. Na, azért kicsit nehéz szülés ez így. Na, végtávon megvan. Most már megvan. Na, akkor következő kiszemelt Dávidnak, Anyudin. És akkor gyakorlatilag Dávid visszaszerzi a rajt pozícióját, amire eléggé meg is van az esély. Ugyanis, hogyha Dávid jól csinálja, akkor ő ki tud esetleg jönni egy medre. Míg a többieknek azért még elég kockázatos, bár a safety car, és Dávid beteszi belülre! És kap is egy 3 másodperces büntetést ezért a megmozdulásáért, mert át kellett vágni, hogy ne érjenek össze Anyudinnal, de így is egy picit kontaktba voltak. Forgette ki kellett rántani a Dávid mögött, és ezzel Exxon meg is támadta. De egyelőre ki tudta védekezni. Na. Büntetéssel Dávidnak már egy 6 másodperces büntetése van. Igen, ez mindenféleképpen érdekes lesz. Én ezt meg is mutatom, főleg, hogyha jót váltogatok, hogy kinek mennyi büntetése van. Mert ez mindenféleképpen szerintem egy érdekesebb mutató, mint hogy ki milyen gumin van és hány körösön. De egyelőre Dávidnak, ha sikerülne Anyudint maga mögé utasítania, akkor minden esélye meg lenne rá, hogy kiautózza azt a 6 másodperc előnyt.
ugyanis... Dávid támadja a Nyodint, vagy mégse. Még túl messze volt hozzá. Ugyanis talán ő az egyetlen, aki ezen a stratégián van, még talán Boldog is ti lehet az, aki beleszólhat ebbe. És közben Iceman. Dávid megint támadja a Nyodint, és meg is előzi. Délre segítségével egy szintről. Hoppá! Forget! Közben én természetesen mindent váltogattam, csak azt nem, amit szerettem volna. És Dávid már el is kezdte egy másodpercen kívülre szorítani anyodin. És jöhet esetleg a csapattársa Forget a lepattanóra, anyodinra. Bár igazából gumi szempontjából talán mondjuk már ő van gumi előnyben. Már az biztosra is mondanám. Sárga zászló 2-es szektorban. B-boton forog. De irányba állt és folytatja útját. Nézzük Forget, mire megy majd anyadinnal. Itt majd DRS-en, és Dávid egy kör alatt 2 másodperc előnyt autózott ki. Ha Forget nem rágja át magát anyadinon, akkor nagyon le fog szakadni Dávidról. 36-63-val Dávid meg is futott a leggyorsabb kör, de Forget most már nagyon közel van. Közben Chris Bubu és Woodog Isti is hátul csatázik, és Woodog Isti hátra esett, ez a csata megvan. Woodog Istinek tört a szárnya. Forget közben megelőzte Anyodi. Viszont Anyodi most visszatámadhat DRS-sel. És nem teszi. Nem Forget, valószínűleg Anyodinak már azok a gumik, azok már nagyon kopottak. És 11 pillanat még mindig egy másodpercen nagyjából egymáshoz. Iceman és Woodog Isti csatáztak megint egy nagyot. Woodog Isti nem nagyon akarja ezt annyiban hagyni. És Lion betette. Visszafordító előtt Woodog Isti lehet, hogy ezzel még egy pozíciót fog veszteni, Arpis meg fogja támadni. És Woodog Istinek se jobb, se bal vezető, első vezető szárnya nincsen. Nem is tudja már a pályán tartani, bukja folyamatosan a pozíciókat. Ebből a box lesz. Igen. De itt igazából kijön, felrakja a hardot és végigmegy. Csak minél kevesebb időveszteség és büntetéssel kéne ezt teljesítenie. Mert szerintem most 2 warningot legalább begyűjtött. Szerintem Anyodin is jön ebben a körben. Jön is. Nézzük milyen gumit fog feltenni. Valószínűleg hard keveréket. Közben itt Exo előzi Chris Bubu. Exo gyönyörűen alávág. Külső ív az övé lesz a DRS, de viszont jön Abexun is Exo-ra, és ezért nem fogja tudni támadni. 2 Ferrari között van Exo. Csak ne szorítsák közre. Szépen megoldották 3-1 egymás mellett ezt a kanyart, de egyelőre Exo-nak sikerült ez a legrosszabbul. Még Abexun még mindig ott van, és megcsúszik Abexun! És Exo is! Túlerőltették! Közben Anyadin lágyokat tetetett föl. Lágyra lágyat? Igen. 2 kiállásra játszanak. Woodog Isti volt az egyetlen, aki keményet tett föl, mert Iceman is lágyokat tetetett föl. Érdekes. Olyan szempontból érdekes, hogy mondjuk a safety car alatt, aki kijött box utcába, annak jó lehet a 2 kiállás, mert azzal ő nyert legalább egy 10 másodpercet, és közben Exo ismét a bukótérben. Hú, azt hittem, hogy visszajön Anyadin elé. És ismét fogok. Túl melegettek a gumik. Igen, valószínűleg azok a 140 fokos gumik nem tesznek túl jót a vezethetőség. Hát itt mindenféleképpen ez már a box utcai látogatás lesz ebből. Közben lop egy kis szélárnyékot Botond.
Dávid, közben még egy 3 másodperces büntetés. Már 9-nél tart Dávid. És ki is elekszel a boxba. Akkor nézzünk egy kicsit előrébb. Arpi, Zase, azok akik közel vannak. Blyan Arpi és Zase. Akik elég közel autóznak egymáshoz. Exo keményeket fog feltenni. Hát várható volt. És egyelőre azért nincsen sok büntetés. Exo letöltött egy 5 másodperces büntetését. Igazából Dávid, Titón és Exon kívül nincsen senkinek büntetése. És Exónak is már csak egy 5 másodperces van, mert most töltött le egy 5 másodpercest. Bár nem hiszem, hogy ő már ki fog jönni, és mire ezt mondtam, Titó szerzett még egy 3 másodperces büntetést. És Huddog Isti és Botond. Meg Iceman is beleszólít ebbe. Arpi és Blyan csatázik negyedik helyért. Zase fogja megtámadni. És... igen. Belső íven marad. Ez meg kell, hogy legyen. Nem túlerőlteti, és nem tudja megfogni. Zase pörög. És viszont jönnek. Csak nehogy ebből baleset legyen. Jó, nem. Még messze voltak tőle. Szóval a túlmelegedett gumikkal aztán most itt eléggé támadható lesz. Jövőre most a kezdeti lelkesedés az így alább hagyott. A pilóták szempontjából és a versenyzés szempontjából eléggé szétszakadt a mezőny, miközben Huddog is hibázott egy aprót. Dávid már 7 másodperccel vezet. Igen, de van 9 másodperc büntetése. Ha csak a csapatársa nem kap büntetést, akkor egyelőre még nem elég. Még igaz, a 13. körnél járunk, de azért azt se felejtsük el, hogy neki még egy gumikülönbséget is majd ki kell autóznia. Mondjuk Forget is ki fog jönni a boxba. Mondjuk innen az első hétből valószínűleg még mindenki fog boxba jönni. Na, közben Botan is összeszedett egy büntetést. Neki is van 3 másodperce. Pedig azért ezen a pályán nem olyan könnyű büntetést szerezni. Szerintem. Nem tudom, hogy te ez hogy állsz hozzá. Hát... ismersz, hogy minden pályán nehezen szerzek büntetést. Ja, igen. Csak hogy az arcomat egy kicsit növeljem. Igen, igen, igen. Tito támadja közben Botondot. Már belül van, DRS is nyitva van. És simán megcsinálta. De most Botond megpróbálta? Nem. Nem volt elég helye, és tört is a szárnya. Valószínűleg már sérült volt Botonnak a szárnyvéglapja, ami le is vált. És... Botond eléggé ugrál a pályán. Valószínűleg internet problémái lehetnek, mert elég érdekesen közlekedik ezen a versenyen ma. És Forget most jött ki a boxba. Viszont szerintem Forget igen olyan hardot teszi fel. Dávid viszont, hogyha még el tudja húzni egy olyan 2-3 köri, szerintem annyit még simán fog tudni menni a softtal, akkor már mindenféleképpen menet kellene felraknia.
mert azzal már teljesíthető lenne az a táv. Minden rizikó nélkül. És Anyodin támadja Zasét. A külső íven a visszafordító előtt megvan neki. És Zasét most ezzel támadni fogja a Bexhun is. És kiporog! Túl sok volt a gáz. Elizgulta. Egy safety car! Ez Dávidnak most nagyon jól jön, ha kijön a médiumra, és ki is jön! Nem kívül gyorsan reagál. Igen. Megláttam, már rögtön is, rögtön húzott is be. Hát ha ilyen közel van a box utcához, amikor kiírják, és hardot tesz fel. Hardot tesz fel. Pont ez lett volna az ő fegyverténye, hogy most egy médium keveréket rak fel, és rommá veri a mezőny. Nem értem. Rásul, tehát simán végig tudna már innen is menni safety car nélkül, médium keverékekkel, de még safety car is van, amikor alatta kevésbé kopik a gumi, és így is inkább hardot tett fel, mint médiumot. Lehet, hogy jobban érzi a hardokat, mint a médiumokat. Előfordulhat. Chris Bubu viszont ezzel, hogy nem jött ki a boxba, szerintem nagyon sokat fog veszíteni. Főleg, hogy 10 körös hardokon van jelen pillanatban, mindenféleképpen ki kellett volna jönnie neki is. Innen igazából, aki nem médiumot rakott fel, azt én nem is értem. Nem feltétlenül mondom, hogy ez egy rossz taktika, hogy hardot raktak fel, de szerintem aki médiumon van, az valószínűleg többet fog ezzel nyerni. És Dávid már most elkezdi melegíteni ezeket a hardokat? Hát mondjuk így tényleg szükség lesz azokra a hardokra. Na, Tito eltárs, hogy 3 másodperces büntetés előtt gazdagabb a safety car alatt. Az kemény. Na, Chris Bubu. Egy Future Esport Kupa Steve-et előad vajon, most kijön boxba. És átmi a komplet mezőnyön. Nem? Nem. Hoppá! Az Zase is egy 3 másodperc. Hol Zase? Ja, ráadásul az utolsó előtti kanyarba sikerült ezt beszednie. Kézbút viszont nem értem, hogy miért nem ment el a safety car mellett. Ja, bocsánat, nem lekörözött. Jó, nem szóltam. Ő vezeti a versenyt. Igen, egy kicsit most össze vagyok zavarodva fejben. Jó, tehát ő vezeti a versenyt. Pont. Visszaszívtam, amit mondtam. Mint Raikkonen Oroszország 2017-8, amikor el kellett neki magyarázni, hogy hát Bottas vezeti a versenyt. Igen, a Williams-el. Nem, akkor a Mercedes volt. Akkor a Mercedes? Nem, nem, aj, nem hiszem, hogy Williams-es esetre gondolsz, amikor kilökték egymást. Ja. Chris Bubu viszont nagyon közel megy ahhoz a safety carhoz. Ez sokáig így folytatja, sanszos egy szánytörés. Így Hamiltonosat játszik, hogy túl lassul a safety car, ezért inkább tolja, vagy nem értem. Ad neki egy kis lendületet. Megmutatja neki, mi is az a lendület megmaradás törvénye. Na, közben Motond és Exot várjuk, hogy utolérje a mezőnyt. De szerintem... Igen. Talán ebbe a körbe már el is fogja. Nem, nem, még ebben még el fognak enni egy kör.
túl messze van Batond és Exo tőlük. Még egy szektoron nem volt, egy szektoron belül nem voltak, éppen ezért nem is fogja elindítani. Tehát a következő körre marad ez az újraindítás. Na, egy kis hidratálás után. Ezben még amíg van idő, itt szerintem nézzünk rá itt a büntetésekre szeretnék, ha megtalálom, megtaláltam. Dávid jelen pillanatban 9 másodperc büntetéssel rendelkezik. Anyadinak van 3 másodperces, Zasinak 3 másodperce, Tito elvtársnak 9 másodperce, és Botonnak is 3 másodperces büntetése van. Ez még a verseny után még okozhat galibákat, vagy így a verseny végénél. Mit is mondtál? Dávidnak mennyi van? 9? 9. Titónak és Dávidnak van. Nem biztos, hogy egészen jó, mivel már csak 12 köre van arra, hogy kiautózzon 9 másodperces előnyt, és a hardokon van. Sporget közben kapott egy 5 másodperces büntetést itt a safety car mögött, hogy összeért Alpion. Igen, én éppen ezért mondtam a médium keveréket, mert azokkal gyorsabb lehetett volna végig. Közben Dávid kap egy még egy 5 másodperces büntetést. Csak egy szegény embert az ág is húzza, tipikus esete. Nem tudom, sérült is a szárnya? Összeértek? Hát nem, az a baj, pont rossz kamerállás van. Mindjárt itt talán az egyenesben látjuk, nem megy volna a szárnya. Na és akkor a 17. körtől egy újabb versenyzést fogunk látni. Egy 12 körös sprint versenyt, amiből Chris Bubu szerintem a 12 körös hardkeverékével nagyon hamar ki fog esni. Ő volt már kint boxban? Egyszer volt kint, igen, az 5. körben. Á, akkor ezzel már végig. Tito elvtárs. Elszállt. Sokan kaptak. Nagyon sokan kapnak büntetést. Nem értem, hogy mi történik jelen pillanatban. Meg azt sem, hogy Tito eltárs, hogy dobta el. És elindítja. És jól is indítottál, mert lemaradtak mögötte. Közben Zase és Boton cseréltek helyet. Zase kijött a boxba. És Blyan és GVT Forget, vagy GVP Forget, bocsánat, és egyelőre megtartja a pozíciót, de kívülről visszajön Blyan, és megőrzi a pozícióját, megvédte a pozícióját. És közben hát Bulldog Isti és Anyodin is csatáznak hátul, és Anyodin még azzal volt lefoglalva, hogy Bulldog Istit leterelje, a Bexun elment mellettük gyönyörűen, Anyodin közben ezzel Iceman ellen is vezetett egy pozíciót, közben visszatámad Anyodin, Bulldog Istinek. Hát ez azért kicsit erőszakos volt. És Anyodin és Bulldog Isti még mindig egymással vannak elfoglalva. Közben Árpi próbálja megelőzni Chriszt, és Dávid már át is ment össze. Közben Botond hátul. Törött szárnya. Dávidnak most nagyon mennie kell, hogyha meg szeretné nyerni ezt a versenyt. Igen, most addig kéne elhúznia, hogy egy másodpercen kívülre szakítani Chris Wood, de ahogy nézem, RP ezt nem fogja hagyni, és minél előbb át fogja magát rágni rajta. Ráadásul médium keveréken, a gyorsabb keverékeken van, de egyelőre meg tudja tartani a pozícióját Chris Wood, de ebbe az egyenesbe ez el fog dőlni. Egy sima kikerülés lesz. És Dávidnak innentől kezdve RP-val kell foglalkozni, aki ugyanannyi körös, lágyabb keverékű gumikon van, de még egyelőre visszatámad Chris Bubu. Egymás mellett vannak Árpival, de jobb lesz a kigyorsítása Árpinak kívülről, és ezt a pozíciót meg is tartja, és ezért mehet Dáviddal együtt. De Árpinak is van büntetése. 5 másodperces, mondjuk Dávidnak meg már 14 van. Chrisnek még nincsen egy se. Nevető harmadik? Csavar lenne a versenyben. Hát ez Dávidnak nagyon nehéz lesz kivitelezni.
ilyen 14 másodperces előnyt kidolgozni, keményebb keverékekkel nem lesz egyszerű mutatvány, az biztos. De már most egy másodpercen kívülre szakította, és Chris Bull közben RP mögött egy picit megúszott. Boldogisti ismét egy 3 másodperces büntetés. És mostantól lehet nyitni a DRS-t, és Dávidnak sikerült egy másodpercen kívülre szólítani RP-t. De ez úgy fest, hogy a következő DRS zónára viszont már nem lesz igaz. RP előtte az energiatartalékának nagy részét ebben az egyenesben. DRS-en belül akart maradni, közben Blyan és Forget voltak nagy csatában, a célegyenes végén. És Blyan támadja Chris Bubut is. És meg is van Chris Bubu. Chris Bubut hibára kényszerítette. Weissman is támadja a másik Ferrari-val a Bexhunt. Össze is érnek, aláfordul, lágyabb keveréken. Konkrétan letolja a pályát. Igen. Sokkal szűkebben tudja tartani, sokkal jobb a kigyorsítás. De ezek a csaták, ezek mind Dávidnak dolgoznak. És most nagyon szépen szűken tudta tartani kívülről. Ajaj. A Bexhun az nem volt a legkorrektebb. De szépen szakadnak le itt a mezőnyről, és közben... Igen, nagyon is támadja Iceman. És aláfordulás, jobb kigyorsítás. Nem. Exo, 5 másodperc. Sokkal nagyobb leszorító erővel versenyeznek. Anyadin megelőzte közben. Igen. És Iceman is átrágta magát egyből, és falnak dobta. Jézusom, mi történt? Hát... Virtuális safety car. És Abexhun is. Feladta a küzdelmeket. Hát ez mindenféleképpen érdekes volt, én ezt gyorsan azért visszanézem itt. Mert én pont nem arra figyeltem, hogy... mi történt itt kettőjük között. De nagyon sok versenyzőnek van már itt büntetése. Pedig eddig azért jóval kevesebb büntetéssel mentek itt a pilóták. RP kap egy drive-thru-t. Speeding under the safety car. Vagy virtuális. Hát a virtuális safety car alatt nem tartotta a delta. Igen. Abexhun, ahogy visszajött a pályára, neki ment Icemannek. És ezzel sikerült kívülni. Úgyhogy bejön a boxba. Hát ezt is majd a versenybírek megítélik. Hála Istennek benne van a live-ban is. Na, Forget van talán a legközelebb Chris Bubuhoz. És Dávidnak... Hát igencsak... ott vannak lépten nyomán. Kicsit több büntetése van, mint... amennyi időre el tudott nyúlni. Hát, hogyha Chris ki tudna védekezni Forgetet... Igen, a Forgetnek... Forget ezt folyamatosan hibázgat. És ezzel egyelőre... Igaz, DRS-en belül tud maradni, de támadási közelségben sajnos nem. Közben nagyon így megérkezett Forgetre. Ő még közelebb is van.
Sporget 3 másodperc. Sárga zászló. Buddagisti. Ismét forgott. Egy piruettet adott elő. És utána átvágja a kanyart és kap egy 3 szekundet. Forget hibázott és ezzel érkezik Anyodin. Sajnálni át is ment rajta, mint később olyan, és medium keveréken, jelen pillanatban, ugyanannyi körre, mint Dávid, közeledik. És már támadja Chris Bubit, és akinek nincs erre sem, már most villog, belső íven marad, Anyodi megpróbálja kívül tartani, talán jobb lesz egy picit a kigyorsítása, meg is úszik Chris Bubu. Összeérnek! Nem sok helyet hagyott Anyodin Chris Bubunak. Érzésem szerint. Aztán, nem tudom, ebből a kameraszögből nekem úgy tűnt, hogy Anyodin nem nagyon szeretett volna helyet hagyni a pályán Chris Bubunak. Anyodinnek csak egy 3 szekese van? Ezt te is nagyon ügyesen meg tudod nézni. Jogos. Ha, de egyébként igen, 3 másodperc van. Na és Buddagisti, meg is Árpi, megérkeztek ezzel Chris Bubura, hogy Chris Bubu előadott egy piruettet Anyodin segítségével. Konkrétan ott tartunk, hogy aki befejezi a futamot, az már pontot szerez. Igen. Hát az csak a sorrend a változó. Igen. Egyelőre. De Dávidnak már 5 másodperc, és Árpi viszont megtámadja a Buddagistit. És egyből átmegy Chris Bubun is. Buddagisti is megtámadja Chris Bubut. És egyelőre Árpinak 2 pozíciót sikerült szerezni egy egyenesbe, viszont Buddagistinek nem sikerült átragnia magát Chris Bubum. Csak kinyomta a szemét Árpi annak a Mercedesnek, hogy 2 pozíciót tudjon javítani. Nézzük, Chris vissza szeretne támadni. Jelen pillanatban az állás nagyon néz ki, hogy Dáviddal lehet, hogy nem is találkozunk az interjún. Mert 14 másodperc, az úgy néz neki, hogy az a negyedik hely, de nem, mert Forgetnek van 8 másodperce, tehát mindenféleképpen akkor lehet, hogy még a 3. helyre. Még jó. De, 13 másodperc van jelenleg Anyodin Dávidtól a büntetésével. Tehát még esetleg 2. is lehet. De mindenféleképpen. Elvesztetted a fonalat? Na, B botont. Ismét egy 3 másodperces büntetéssel lett gazdagabb. Na, Buddagisti közben Chris Bubunak megérkezett ismételten elég támadó közelségbe, és talán most meg is próbálja, nem. Még ez nem az a pozíció, itt a rövid egyenesbe. Inkább a célegyenesre kellene tartalékolnia az energiát, hogy ott előzzön, hogy mindenféleképpen spórolni kéne kicsit az ERS-sel, mert az a 10% ERS az ezen a pályán nagyon kevés. És már mondjuk Chris Bubunak sincsen sokkal több. Mind a ketten villognak, mint a karácsonyfa.
és Budog Istennek most sokkal jobban ki viszont a kigyorsítás, és itt már a DRS előtt nagyobb tempóra tett szert, és ez elméletileg meg is lesz, így van. Na, akkor most Chris Bubu fogja Budog Istit kergetni. Viszont azért Chris Bubunak az a 21 körös hard, ez már egy kicsit erős lesz szerintem. Nem is néz ki túl jól. Uff, igen. Az a baloldali kerék az... az nagyon csúnya. Az a bal első. Ah, mondjuk a jobb első se szebb. De a bal első az nagyon durva. Szerintem az már közel defekt. Még egy elfékezésre. Ebből defekt lesz. Egy 8 másodperces előnyt autózott ki. Ebből defekt lesz szerintem Chris Boone-nál. Tudom, most a közeli képeken látom a hátsó gumikat is külső kamerában, hát azok se néznek ki túl jól. És még most három kört kellene még kibírnia. Ez biztos kapni fog egy komolyabb oldalterhelést ez a gumi, vagy egy nagyobb elfékezést, és az azonnal defekt lesz. Viszont visszatámadja Budog Istit. Bátor. Budog Isti meg valószínűleg elengedte, mert ő akar DRS nyitni. És ott is tartja mellette, sokkal jobb gumitapadásra, DRS is ő nyitja. Simán megvédte a pozícióját, okosan csinálta Budog Isti. Inkább kicsit korán fékezett, előbb érjen Chris Bubu-na az érzékelési zónához. Ő nyithassa a DRS, szépen aláfordult. Jaj, bocsánat, közben véletlenül elnyomtam. Chris Bubu és Budog Isti szépen elnyúzza magát. Egymást. Egyszer egyik van elől, másszor a másik. Chris Bubu és Blyan jelenlegi mezőnyben, akik nem kaptak eddig büntetést. Ők valószínűleg elég sokat fognak ezzel nyerni. De hát Chris Bubunak még be is kéne fejezni a versenyt ezekkel a 22 körös hardokkal. És annyi nem fűzte be a hozzá fűzött reményeket ezzel a médium keverékkel. Azt hittem, ugyanazzal a lendülettel, ahogy átrágta magát forgeten, meg Chris Bubun ugyanazzal a lendülettel folytatja tovább. Hát egyelőre nem úgy néz ki. És úgy néz ki, hogy Chris Bubu is szépen lassan kiszakadt DRS zónából. Na, és megkezdtük a 29. kört. És akkor szerintem egy kört nézzünk végig itt ezen a Bahreini nagy díjon, Dávid szemszögéből belülről. Akarom megzavarni a panorámádat, viszont Exo nagyon közeledik Chrisre. Igen, én is pont ezt figyeltem közben, hogy
ő volt az, aki most így hirtelen megérkezett Facebookra. Még utolsó semmiből. Kör. Igen, még egy utolsó kör. Körös csata. Akkor nem nézzük végig a jelenleg élen versenyző pilótát. Lássuk őt is egy kicsit képen. És hú, mennyivel jobban tapadnak azok a médium keverékek. Ajj, de kockásra fékezték mind a ketten. Chris Boone-nak már csak másfél szektort kell kibírni a defekt nélkül. Exxon nagyon szépen elkészítette ezt. Viszont nem is... Dávid is él egyenesben. Á, nem is kellett volna neki itt nyomnia. Erre. És Dávid megnyeri. Egyelőre. Egyelőre, igen. A pályán legalábbis. Jön Blyan, aki át fogja venni az első helyet tőle. Így is van. Egyelőre Dávid a második. Anyodin egyelőre a harmadik. Nézzük, Exo nagyon támadja Chris-t. Forget negyedik, közben nézzük Exo-t és Chris-t, mert ők is támadnak. Defekt, és... defekt. Bal első defekt, bal első defekt. Nem? Te esküszöm, hogy az, bal első defekt. Az. Az utolsó kanyarba sikerült bal első defektet kapnia. Na, Blyan, Dávid, Anyodin, Forget, RP, Chris Bubu, Wooddogisti, ameddig tudtam sorolni. És mindjárt nézzük tovább. Egy kis pesgőzés. A két Williams. És egy ház. Mikor láttunk Forma 1 ilyet? Hát soha. Valaha. És akkor ez a végeredmény. Blyan, Dávid, Anyodin. Őket várjuk interjúra. Negyedik helyen Forget jött be. Ötödik helyen RP. Hatodik Chris Bubu. Hetedik Wooddogisti. Nyolcadik Exo. 9. Zase, 10. B Botond, ő már kapott egy kört is. Elég sok büntetés lett itt a verseny folyamán. És ketten nem szereztek az első 10-ből büntetést. Ez a végeredmény, Blyan, Dávid és Anyodin. Akit várunk interjúra. Blyan a hatodik helyről, Dávid az első helyről lett második, és Anyodin az ötödikről lett harmadik. És akkor Blyan és Anyodin már itt is van, már csak Dávidra várunk. Mint megérkezik. De akkor addig Zoren, kérlek szépen, Anyodinnal kezd is el az interjút. Nos, hát Anyodin, láttuk, hogy az utolsó körökben megindultál, és egy pár ember sikerült is megelőzned, viszont utána egy kicsit megtorpantál, és nem tudtál Blyanre közeledni. Valamint az időmérőn az ötödik helyed, az egészen jó volt. Kérlek, meséld el, mi volt az időmérőn, illetve a versenyen. Az időmérőn annyi történt, hogy az első szektorban gyakorlat hibáztam, hogy vagy 4 tizedet ott hagytam. Szerintem. És az utolsó szektoron pedig Dilla lett, tehát azzal tudtam nagyjából javítani. És szerintem, hogy 2 századdal lettem, vagy 2000-eddel lettem jobb, mint Blyan. Hát nem tudok többet hozzátenni, tehát közepesen mérsékelten jó köröm volt. És hát a futamon az meg hát... Amikor itt a második safety car-nál volt ez az újrarajtolás, Wooddogisti a második DRS zóna után ott a jobbosban,
konkrétan így egy az egybe kivitt a pálya szélére, és három ember vagy kettő ember legalább megelőzött, azt hiszem Budagistivel együtt három. És amiatt kellett elkezdeni felzárkózni, akkor el kellett nyomni minden benzint, erest, mindent, és ezért nem tudtam a végén már Blyerre közeledni, mert nem maradt már krafta. Legalább két vagy három kör cleanbe mentem, hogy maradjon benzin. A végére. Hát az, az egészen jó. Vagy látom, Dávid is megérkezett. Igen, igen. Na, még azért egy kérdést még a Jonin-hoz. Következő verseny, ha minden igaz. Hollandia, mit vársz Hollandiától? Hát valószínűleg egy erős utolsó helyet, vagy egy nagyon erős falat. De ugyanezt az előző szezonban, és ugyanígy harmadik voltam, akkor teljesen boldogan álltam a holland pályához, de jó leszek, minden most már gyűlölöm pálya. A pozitívan kell hozzáállni. Úgy legyen. Gratulálunk a harmadik helyethez még egyszer. Dávid! Én is gratulálok a többieknek. A második hely lett ma a tiéd, pedig elhoztad a polt, végigvezetted a versenyt, végig minden jól jött ki neked, de mégis a büntetések befolyásolták a versenyedet. Kicsit sok lett. Igazából az első etapban, amikor elfogytak a lágyak, ugye a hátsó tapadásom az így off volt, és a kicsi korrigálások miatt mindig egy kicsit lecsúsztam a pályáról, és hát igen. Kicsit sok lett, meg a safety car mögött egy kicsit megpuszíltam a Ferrarit. Igazából azt nem kellett volna. Igen, még az a 9 másodperc, az amit összeszedtem még a warningokkal, még az tartható is lett volna a tempóddal, meg ahogy kijött a verseny. Igen, az a plusz 5 másodperc, az már annyira nem hiányzott. És Hollandiától mit vársz? Hogy fogsz hozzáállni? Hát ha itt, ott is szerintem a büntetésekkel lesznek a bajok. De egy komoly felkészülés lesz, mert átállok kormányra, és hát pont egy ilyen pályán, szóval kíváncsi. Ja, hogy te ráadásul nem is kormánnyal mész. Kontrollerrel mentem. Na ez egy új információ. Na hát akkor mindenféleképpen sok gyakorlás Hollandiára. Nehéz lesz átszokni kontrollerről kormányra. És akkor Zoren, átadom a szót, hogy a mai futamgyőztesünket infózd meg. Hát Blyan, az időmérő és a verseny első, nem is tudom, 15 körében nem igazán látszott annak jele, hogy meg tudod nyerni ezt a versenyt. Kérlek, mondd el, mi volt a versenyed, illetve az időmérőd. Hát az időmérővel szeretném kezdeni. Amint az utolsó felé az időmérőnek sikerült egy viszonylag jó költ mennem. A vége fel azt a meccs 26-4 valamennyi körül volt. Talán kimentem még az utolsó percekbe egy új mérkőt futni. Egy 300-es javítás összejött, a középső szektorban sikerült azt eldobnom, szóval nem tudtam javítani. A 6. helyet tudtam kezdeni. De a versenynél elnézést lehetne kérni mindenkitől, a nézőktől is. Mert technikai probléma miatt a fék eszállt a francba. Kontrollerrel játszok, és vezetékes kontroller, és a kontrollerből kijött a vezeték, és eszállt a kontroller. De ugye visszaestem 10. helyre, amikor tudtam életbe tudtam kelteni a kontrollert. 10. helyről kezdtem magamat tornázni, ott nagyon sokszor ugye használtam EES-t, meg ugye Rismixet is. Eléggé jól jöttem föl, utána kiálltam egy médiumra. A médiumot nagyon érdekes tudtam tartani, tovább is, mint a tervezett box kiállásom. Egy olyan 5 körre tovább tudtam tartani. Ez nagyon jól jött ki, akkor voltam 34. helyen. Utána pedig, hát hogy mondjam, kiálltam hátra, hátgumikra. Ott gondolkoztam azon, hogy valószínűleg lassulni fogok nagyon sokat. És az utolsó 10 körbe nagyon jöttek rám a többiek, mikor előzgettem is még ott a 19. és 20. környékén, előzgettem boxkiállásom környékén, utána hátra átálltam. És próbáltam elérni Dávidot, ami
sikerült a safety car-nak köszönhetően is. De ott volt a gond, hogy nagyon nyúlt el, ugye. Próbáltam, egész végig is bementem. Az RS erre sem meg nem volt szinte, mert a vége fele már, ugye, akkor a tizedik körben már terőzgettem, mindig nyomni kellett, mert mindig jöttek rám hátulról. Én reménykedtem abból, hogy meg lesz, mert nagyon-nagyon-nagyon nyúlt el tőlem Dávid, de meg lett. De viszont nem vagyok biztos benne, hogy megtartom az első helyt, mert ugye az első kanyarban lévő technikai problémám miatt ugye vannak rajtam óvások is, szóval lehetséges, nem fogom megnyerni a versenyt. Hollandiától mit vársz? Hát megmondom az őszintén, az egyik legrüheltebb pályán Vietnám mellett, szóval nem várok semmi jót a holland futamról. Addig megpróbálom megfixálni a kontrollát is, hogy ne legyen több ilyen incidens. És remélem, ott is egy jó helyt fogok szerezni, annak én nem szeretem a pályát. Hát köszönjük szépen, gratulálunk a dobogósoknak, és mindenki, aki pontot szerzett, meg aki be is tudtam a fejezni a versenyt a D-ligába. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mindjárt találkozunk, ha minden igaz, egy fél óra múlva végig a közvetítéssel, azt se adjátok ki, majd utána fog kezdődni 7 óra, akkor az Aliga közvetítés, ahol én is versenyzem, és Berci is, megint együtt leszünk, nézzétek azt is. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és ne menjetek sehova, mert fél óra múlva újra találkozunk. Sziasztok! 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 Let me take you for a ride. Chase the sun tonight.